Sziasztok! Itt vagyunk Bóna Zoltán képviselőházánál. Gondoltam, hogy egy néma vélemény nyilvánítást fogok most gyakorolni, hiszen Bóna Zoltán az a képviselő, aki némán nyilvánít véleményt a parlamentben. És ugye van az a mondás, hogy néma gyereknek anyja se érti a szavát. Én is azt mondom, néma képviselőnek sem a népe, sem az ott ülő képviselők, sem a miniszterelnök, senki nem érti a szavát, úgyhogy emelje már fel végre Bóna Zoltán is a hangját, de ő is azért néma, mert ilyenek a képviselők, ilyenek a választók, mint ti, hogy otthon ültök és némán várjátok, hogy egyrészt vagy a sűrgalomba szátokba repüljön, vagy pedig az, hogy elvegyék az ingatlanjaitokat, a házaitokat, hajrá! Sziasztok gyerekek! Nem is tudom, hogy kezdjem, de megpróbálom rövidre fogni a dolgokat. A szabad vélemény nyilvánításról tegnap egy illetékes helyen egy illetékes emberrel beszélgettem, és ő elmondta, véleményt nyilvánítani szabad, de úgy, hogy ezzel a hatalomnak ne ártsál. Az ítéletek meghozatalából és a független bírói testületről meg annyit, ezt az infót is tőle tudom. Ha például Budapesten nagyon megszabadulnak a szabad vélemény nyilvánítások, és ez nem tetszik a hatalomnak, akkor a bíróság úgy határoz, hogy általában radikálisabban, tehát elkaszálja ezeket az embereket vagy egyéneket, akik ezt a tevékenységet folytatják. Ugyanez Zalaegerszegen, illetve más vidéki megyékben, ahol ez évente csak mondjuk egyszer-kétszer történik meg, ott a bíró úgy mérlegel, hogy hát ez csak egyszer-kétszer van egy ilyen dolog ebbe a megyébe, ott fölmentik az ilyen szabad véleményt nyilvánítókat. Most én azt kérdeztem ettől a hölgytől, hogy a fekete az Budapesten fekete, Zalaegerszegen fehér. Hát a kutya úristenit ennek a BTK-nak meg PTK-nak, hát akik írják ezeket a jogszabályokat, akkor azt el lehet várni, hogy ezt mindenki egyformán értelmezze és egyformán alkalmazza. Hát akkor dobjuk ki ezeket a könyveket, meg ezeket az alaptörvényszabályokat, és akkor mondjuk ki azt, hogy egyes helyeken a Gyedi bíró ezt mondja, a másik helyen pedig a Csák Máté azt mondja, és úgy kell a jogszabályokat alkalmazni. Hajrá! Na, hát akkor folytatom. Jó így. Tehát Bonánál vagyunk a szakadó esőben, ugye a háttérben a többiek. Ami nagyon fontos, hogy látszik az, hogy teljesen mindegy, hogy milyen idő volt, mi mindig nyomtuk a véleménynyilvánításokat, és természetesen nyomjuk most is. És a Marikához csatlakozom, hogy nem csak a néma képviselőknek nem érti az anyja se a szavát, de a néma népnek nem érti a politikus sem a szavát. Ugyanis ha nem mondjátok meg ezeknek a mocskoknak, hogy mi a problémátok, akkor ezek azt hiszik, hogy minden rendben van. Innentől kezdve én azt gondolom, hogy a legfontosabb, amit tehetünk, hogy 1000-szer és 10000-szer és akárhányszor elmondjuk a véleményünket, hogy amióta kitiltottak 2 hónap alatt a Budapestre, a 2 hónap alatt most már közel az 50. véleménynyilvánításnál járok én, és ugye Anita itt mögöttem, ő is jó sokszor, pont elégszer volt ahhoz, hogy Kövér úgy gondolja, hogy kitiltja az utcájából, és ugye Marikát és Ferdinándot is látjátok, gyakorlatilag őnáluk is az a helyzet, hogy megelégelték, sok volt nekik, de a kurva életben hát az nem sok, ahogy a népet fosztogatják. És az nem kevés, amit ti csináltok, hogy elmondjátok ezeknek. Én azt gondolom, hogy nagyon kevés, és sokkal-sokkal többet kellene tennetek azért, hogy szabaduljunk, és akkor még Ferdinánd jelezte, hogy van még valami, amit szeretne mondani. Még lemaradt az előbbi beszédemből, gyerekek, beszéltem egy-két nappal ezelőtt egy végrehajtóval. Én azt mondom, ne szarozzatok, próbáljátok fölállni, mindent el fognak venni. Ők, nekik az az álláspontjuk, a tartozást ki kell fizetni, még ha úgy ő szerinte is jogtalan, ez volt ez az egész is csaláson alapul, de ha ültök és némán várjátok, hogy kopogtassanak, mindent el fognak venni, elviszik az autót, elviszik a házat, elviszik az életeteket. Gondolkodjatok ezen és tegyetek ezért. Végre próbáljatok már fölállni és próbáljatok összefogni. Más nem tudok mondani, ha nem tesztek semmit, az lesz a vége, amit a végrehajtó mondott. Hajrá! Hajrá!